Legalább 60-an meghaltak, többen pedig súlyosan megsérültek, miután leszakadt egy függőhíd Nyugat-Indiában. A hídon több mint 400 ember tartózkodott, amikor az leszakadt, és több százan a Machu folyóba estek. Sokan a híd maradványaiba kapaszkodva lógtak a szakadék felett, amikor a mentőcsapatok megérkeztek. Narendra Modi indiai miniszterelnök elrendelte a rendelkezésre álló mentőcsapatok azonnali mozgósítását. A 230 méter hosszú hidat a 19. században építették. Nemrégen felújították, a nyilvánosság számára a múlt héten adták át.